édesanyám zongoraművész, és itt a Zeneakadémián tanít. És neki is az édesapja jazzet játszott néha, tehát szaxofonozott, ha jól tudom. Apai ágról nagypapám Devics János, cellóművész, és tanár a Zeneakadémián, és rektor helyettes, és neki a testvére pedig Devics Sándor, ő meg a Bartók Honos négyesben volt második hegedűs. És még sorolhatnám tovább a zenészeket a családból. És sokan kérdezik, hogy hát, hogy ez most nekem tehere, vagy nem. Nekem ez abszolút soha nem volt teher. Nagyon szeretem a csellót, én csak csellózni akartam. Nekem most az a feladatom, hogy minél jobban csináljam, amit csinálok a csellóval.